hogyha egy picit optimistábbak lennének a gyermeket vállalók, több a házasságkötések száma is. Hát reméljük, hogy ez folytatódni fog, de ehhez 5-10-15 év kell, amíg ennek a hatásait látjuk. A nemzetgazdasági miniszter szerint fontos, hogy megállítsuk a népességfogyást. Mint mondta, ez az egyik legfontosabb témakör a migrációs helyzeten túl. Ugyanakkor a gazdasági mutatók jók. Erősödnek a vállalkozások, egyre kisebb rajtuk az adóteher. Emelte ki Varga Mihály, aki hozzátette, ehhez szükség volt az állampolgárok a vállalkozások megfeszített munkájára is. A migrációra visszatérve a nemzetgazdasági miniszter azt mondta, komoly létező problémáról van szó, amikor azzal fenyegetnek bennünket, hogyha nem veszünk át migránsokat, elveszik tőlünk az EU-s támogatásokat. Megkérdezték az embereket, hogy gazdasági növekedés, letelepedési programok esetében szükség van a bevándorlásra, vagy meg kell-e könnyíteni a bevándorlási útvonalakat, és a magyar lakosság döntő többsége úgy válaszolt rá, hogy nem. Hát a magyar emberek nem csak a nemzeti konzultációban, nem csak a népszavazáson fejezték ki az álláspontjukat, hanem ilyen felméréseken is, és nem érdekli őket, hogy mi a politikailag korrekt beszédmódjuk. Ami a gazdaságot illeti, a helyi számok is emelkedő tendenciát mutatnak, fűzte hozzá Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő kiemelte, azért a régió lemaradottsága még sajnos mindig érezhető. Ennek több oka volt és van is. Többek között annak az útnak a hiánya, ami hála Istennek most már elkezdett épülni, annak a gyorsforgalmú útnak, ami össze fogja kötni az ország többi részével ezt a megyét is, és bekerül Békés megye is a gazdasági vérkeringésbe most már teljes mértékben. Varga Mihály a migráció kérdés köréhez hozzáfűzte. Ahhoz, hogy Magyarország magyar ország maradjon, a bevándorlás ellen fel kell lépni. A magyar kormánynak pedig a nép akaratát kell szem előtt tartani, mondta a nemzetgazdasági miniszter.